Az ellenség földjéből térünk vissza. A COVID-19-ből jövünk ki. És tartsd vissza a szódat a sírásra. Lenne okod a sírásra? Szemeid könnyhulatástól? Lenne okod? Mire figyelsz? A jutalomra figyelek. Mire figyelsz? A szabadításra. Arra, hogy vége lesz. Arra, hogy kijövünk az ellenség földjén. És ez most. Eljött az idő. Akkor voltam úgy, hogy szinte feladom. Megmondom őszintén, akkor azt gondoltam, hogy ha mennem kell, akkor mennem kell. Egyedül Istennel tudtam kommunikálni, és csak hozzá tudtam szólni. És egy békességet, egy hatalmas békességet kaptam. Így megnyugodtam. Viszont kaptam egy olyan szellemi megtapasztalást, hogy sokan szeretnek, és szólnak érted.
Children, clean hands, pure hearts, good.
Ez így van. Épül a Gyüli ház, és fölé húzott egy csomó keresztén saját házat. El kell tudnod fogadni, hogy Isten meg akar áldani téged. El kell tudni fogadni, hogy Isten nagyon nagy örömben akar részesíteni téged. Akik sírnak, megvigasztalod. És mindig ott van, hogy ilyen lesz jutalom. Ilyen időszakodból jössz ki, de lesz jutalom. Ámen. Azt mondjátok, hogy még 4 hónap, és eljön az aratás? Erre mondja Jézus, hogy nézzetek csak ki a tájékokra, már fehérek a kalászok az aratásra. Aki arat, az pedig jutalmat nyer. Menj ki az aratásnak a mezejére. Kezdjél el aratni, mert ez az aratásnak az ideje most. Most. Megint egy új szóval találkozunk. Kárpótlást kapsz. Viszonzást kapsz. Kárpótlást kapsz. Aki arat, kárpótlást kapsz.